Itt állunk a világ egyik legszebb kombinációjának választott Kasparov-Topalov mérkőzés egyik állásában, ahol világossal Kasparov egy kombinációra szánta el magát Bástyúti D4-gyel. Ez egy olyan állás, amiben a gépi algoritmus nagyon pontosan számol. Ez nem minden állásra igaz. Vannak olyan stratégiai komplex állások, ahol a tervezésnek nagyobb szerepe van, és abban az esetben az ember néha még a géppel fel tudja venni a versenyt, de ebben az esetben ez nem így van. Ugye a mai számítógép ezt most már a másodpercnek a tized része alatt azonnal megmondja, míg ugye Topalov, aki a világ egyik legjobb játékosa volt abban az időben, ezt nem találta meg. Tehát ez egy tipikusan olyan állás, amikor a gépi intelligencia magasan veri az emberi számolási képességeket, hiszen Topalovnak sem sikerült megtalálni ezt a lépést. A gépek segíthetnek nekünk a felkészülésben, azonban a táblánál mindenki egyedül van, és még a legjobb sakkozók is tudnak hibázni. Azt gondolom, hogy a sakk az mindenekelőtt egy sport, amit emberek játszanak egymás ellen, ezért nem lehet kiiktatni a hibázási lehetőségeket, de ez adja a játéknak a szépségét.